Tulajdonképpen annak a folytatása, ennek a címe egy picit más lesz, nem az lesz, hogy Kőszegi Történetek 2, hanem Kőszegi polgárok. És azt próbáljuk talán koncepciózusabban érzékeltetni, hogy a Kőszegen élő emberek, még ha nem is az egész életüket töltik itt, de mondjuk az életüknek, az életútjuknak egy meghatározó részét, kőszegivé válnak. Még a távolból is kőszegiek, mint Kristó, aki az első kötetben szerepel. Tehát az az etosz, ami a kőszegi polgárokat egy közösségé formálja, az az etosz ennek a második kötetnek tulajdonképpen a tárgya, hogy miben rejlik a kőszegiség. Ki mennyiben játszott kulcs szerepet a város életében, hogyan kötődött ide, illetve kísérleteztünk új módszerekkel. Például egy nagyon fontos módszer az úgynevezett pszichobiográfia, aminek az a lényege, hogy egy személy történetét, egy személy életútját nem születésétől a halálig mutatjuk meg, hanem megtaláljuk azokat a pontokat, amik az ő életében meghatározóak voltak, valamilyen szempontból fordulópontot jelentettek. Például a Szabadvári Szappangyár kapcsán írtunk Szabadvári Ferencről, akinek két nagyon fontos mozzanat volt az életében, ami kötődött erősen Kőszeghez. Mind a kettő drámai fordulat, kétszer kellett elhagynia a várost, nem saját önszántából, hanem a történelem olyan helyzetekbe kényszerítette, egyszer 1944-ben, másodszor pedig 1948-ban. És tulajdonképpen ebből indulva próbáltam meg föltárni az ő életútját, hogy mi is történt vele. Az egyik kedvenc történetem Reményi Ferencé, aki ebben a házban élt több mint 20 évig. 1917-ben vette meg Szemző Sándortól az épületet, és itt töltötte idősebb éveit. Azért kedvenc történetem, mert itt is egy módszert tudtam elég jól megmutatni, a mikrotörténeti módszert. A mikrotörténelemről a laikusoknak általában az jut az eszükbe, hogy van egy mikroszkóp, és nem értik, hogy mit keres egy történész kezébe a mikroszkóp. Ez természetesen, vagy a történész hogyan áll a mikroszkóp lencséje mögött, ez természetesen nem szó szerint kell érteni ezt az analógiát, hanem azt jelenti, hogy ahogy a biológus egy metszetet rátesz a tárgylemezre, és mást fog látni, a sejteket másképpen fogja látni, mint amikor a távolból nézi, tehát a nagyítás miatt más lát, ugyanígy dolgozik a történész, hogy megfog egy apró mozzanatot, egy személyt életéből, vagy egy lázadás történetéből, vagy egy város mindennapjaiból, és azt nagyon alaposan körbejárja. Reményi Ferenc sorsa kapcsán ezt meg lehetett tenni. Reményi a pályáját Horthyval együtt kezdte, mindketten a Fűmai Tengerészeti Akadémiának voltak a diákjai, és 14 éves korukban kezdték el az iskolába a tanulmányaikat, és 18 éves korukban, amikor végeztek, akkor mindkettejüknek hasonlóan alakult a pályája, azzal a különbség, hogy Reményi Ferenc nevét már az egész ország ismerte, amikor Horthyról még senki nem hallott. Ez az egyik kedvenc történetem, hogy hogyan alakulhatott ez így, és aztán hogyan került vissza Kőszegre. Pontosabban hogyan került el Kőszegre. Nagyon szerencsések vagyunk, mert egyre nagyobb segítséget kapunk a kőszegiektől, leszármazottaktól. Ezek a legizgalmasabb forrásaink. A családoknak a személyesen összegyűjtött, tehát a családok által összegyűjtött dokumentumok, amik óriási segítséget jelentenek, mert ezek mindig különlegességek. Tehát például a szabadvári család kapcsán olyan 1945 nyarán írott gyári naplóhoz jutottunk hozzá, amiben idősebb Szabadvári Ferenc összefoglalta, hogy hogyan élték meg a nyilaskort, mik voltak a legfontosabb események a gyár történetében 44-45-ben. Ezek nagyon unikális források. Ez a város nagyon különleges, különböző okoknál fogva. Talán az egyik legfontosabb oka a kettős kötődés, hogy ugye a magyar városként közelebb van Bécshez, mint Budapesthez. Ebből rengeteg dolog következett. Időközben, amellett, hogy a mikrotörteti módszerekkel és a biográfiaírás különböző módszereivel feltártunk életutakat, elindultunk egy nagyon izgalmas irányba, amiben egyre több eredmény születik, az pedig a hálózatkutatás. A kőszegi polgárok hasonlóan egyébként más városokban élőkhöz hálózatokban működtek, és az, hogy ezek a hálózatok mennyire voltak sikeresek, ez nagymértékben befolyásolta részben az ő személyes karrierjüket, de természetesen a város fejlődését is. És itt Kőszegen számos olyan hálózatot lehet találni, amelyeknek a megértése, a működésüknek a feltárása az közelebb fog minket ahhoz vinni, hogy megértsük ennek a városnak a működését. Természetesen egy nagyon fontos szempont, hogy a koroújkor és az újkor századaiból egyre inkább közelítsünk a 20. századhoz, hiszen az a közvetlen előzmény, amit a ma élő generáció számára is kézzelfoghatóvá kell tenni. Ezt nevezik úgy, hogy emlékezetpolitika, legalábbis ennek a legfontosabb része az az első világháború, második világháború, illetve a kommunista diktatúra időszaka. Tehát amellett, hogy hálózatépítést vizsgálunk, amellett a 20. század kiemelt jelentőséggel bír az új kötet számára, a majdani kötet számára. Igen, erről azt hiszem, hogy egyre többet tudunk. Volt egy pályázat a tavalyi évben, ami nagyon sikeres volt a pannonvárosokkal közösen, tehát a 6 pannonváros dolgozott ebben a pályázatban, és hát rengeteg párhuzamos történetet sikerült feltárni. Ahogy mondtam, Keszthellyel egyre jobban látjuk a kapcsolódási pontokat, Festetics, hogy más nem mondjuk, például a Festetics örökség, hogy itt mit jelent, ott mit jelent. Vagy éppen a zsidóság szerepe a város életében, mind a két városban döntő. Vagy az iskolavárosság, szintén mind a két városban döntő. Tehát úgy gondolom, hogy ennek kapcsán ezt a két város sikerül eléggé egymás mellett vizsgálni. Na most, amit a családtörténeteket illeti, én évek óta, de most az utóbbi időben különösen foglalkozom a Csernelekkel, és nyilván paralel a mondjuk Keszthely esetében a Festetics családa az, akikkel kiemelten foglalkozni kell. Kőszeg abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy ilyen feltörekvő köznemesi család költözött be a városba, vásárolt itt ingatlanokat, és integrálódott egyre komolyabban a város életébe. 4 generáción keresztül sikerül követni egodokumentumokkal, tehát visszaemlékezés, naplók, levelezésen keresztül azt, hogy ez a 4 generáció hogyan építkezett, hogyan próbált boldogulni, és ezzel párhuzamosan hogyan élték meg nemesi létük ellenére, vagy identitásuk ellenére, vagy amellett a kőszegi polgári létet, tehát mindegyikükre jellemző volt, hogy amellett, hogy építették a kapcsolataikat, amellett, hogy karriert csináltak, az uralkodó családdal próbáltak minél szorosabb viszonyt föntartani, mondjuk Csernel Dávid mindenképpen ilyen volt, ő Mária Terézia egyik udvarhölgyének a lányát vette el. A házasság ugyan nem volt fényes, viszont a család történetében beállt egy komoly változás, egy komoly felívelő szakasz kezdődött. Na most mindegyik generációra jellemző volt, hogy amellett, hogy a családnak az érdekeit maximálisan figyelembe vették, ezzel párhuzamosan a város életében egyre inkább, egyre fontosabb szerepet töltöttek be. Csernel Kámáról azt hiszem mindenki tud, mint a város történetírójáról, illetve Csernel Istvánról, aki kiemelkedő természettudós volt, és emellett a síelést itt Kőszegen honosította meg először az országban. Először is azt tanuljuk meg a történetekből, vagy azt értjük meg inkább, hogy ezek is emberek voltak, mindenféle konfliktusokkal, hibákkal. Nagyon fontos az élettörténetekből az látszik, hogy szó sincs itt racionális döntésekről, időnként egyszer-egyszer a józanész felbukkan, de emellett rengeteg érzelem, rengeteg gyűlölet, rengeteg konfliktus, vagy éppen ilyen kicsit a valóságtól elragaszkodott ideák azok, amik meghatározták ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Tehát ez az egyik dolog, hogy emberszerűvé válik a múlt, mert világosan látjuk, hogy ők sem feltétlenül kiemelkedő hősök, hanem húsvér emberek, akik hozzánk hasonlóan csetlettek, botlottak. Ez az egyik. A másik viszont azt hiszem az, hogy azért egy közösség, hogyha van egy komoly cél, és a komoly cél az, hogy ennek a helynek értéke van, és ezeket az értékeket meg kell őrizni, és tovább kell vinni, akkor ebben a misszióban egy közösség nagyon sikeres tud lenni. És azt hiszem, hogy Kőszeg erre kiváló példa.